Különböző információk terjednek a börtönökben a segélyekről. Sokan erre számítva lépnek ki a nagyvilágba. Sajnos ezeknek az információknak a nagy része téves. Sokan hiszik azt, amikor kijönnek a börtönből, hogy létezik olyan, hogy szabadulási segély. Létezik ilyen például az önkormányzatnál, gondolják az emberek, és gondolják azt is, hogy természetesen a pártfogóknál is van ilyen. A helyzet azonban az, hogy az önkormányzat az vagy ad segélyt egy hónapos elbírálás után, vagy nem, és mondjuk 6000-et, mert szerintem arról kellene beszélni, hogy az a szabadult ember az hogyan tudja megoldani a lakhatását, hogyan tudja megoldani a munkakeresését, ezt a kettőt persze egyszerre, és erről elég sok esetben nem akarnak hallani az emberek. Szerencsések azok a rabok, akiknek vannak hozzátartozóik, barátaik, akikre számíthatnak. A legtöbb szabaduló csak nagyon kevés alaptőkével rendelkezik, és a segély, ha egyáltalán kapnak, szintén nagyon kevés, amiből nem tudnak albérletet fizetni maguknak. Még a szabadulás előtt alaposan végig kell gondolni a fogvatartottnak, hogy hol fog majd lakni. Sajnos sok olyan esetről tudunk, amikor a család, a barátok az utolsó pillanatban meggondolták magukat, és mégsem fogadták be. Ilyenkor fennáll a veszély annak, hogy valaki a börtön után rögtön az utcára kerül. Ha valakinek nincs hova mennie, a pártfogók segíthetnek tájékozódni és intézkedni. Ehhez azonban az szükséges, hogy idejében elkezdhessék szervezni a lakhatást. Hogyha tudott ezt, hogy nem lesz hová mennie, akkor tájékoztatjuk arról, hogy milyen lehetőségek vannak, megpróbáljuk együtt végig gondolni, hogy az ő számára mi lenne a legmegfelelőbb. Tehát egyáltalán olyan szinten, hogy melyik az a város vagy település, ahol ő korábban élt, hogy tud-e oda visszamenni, ha igen, és mondjuk szeretne abban a városban vagy abban a közegben élni, de nincs konkrétan hová menni, akkor nézünk ott, vagy keresünk ott szállót, vagy nézünk ott lehetőséget. Hogyha viszont nem tud oda visszamenni, akkor elkezdünk abban gondolkodni, hogy mi más jöhet szóba. Ilyenkor jó eséllyel Budapest kerül szóba, mert hogy itt van talán a legtöbb lehetőség szállás szempontjából, és akkor itt nézünk körül, hogy itt mit lehet. A szállásoknak több fajtája van. A tipikus, ami általában az elítéltek fejében hajléktalan szállóként felmerül vagy létezik, ez az, amit itt kint a szociális szakmában fapadnak hívnak. Ez olyan hely, ahol nincsen senkinek sem fix ágya, minden este sorba kell állni, beengedés van, mindenki, ahogy érkezik be, kap egy ágyat, amit ez a szálló biztosít, az vagy egy megfelelő hőmérséklet ahhoz, hogy ott az ember ne fázzon, vagy egy takaró, általában lehet itt mosakodni, néhány helyen adnak ételt, lehet esetleg ételt melegíteni, de nincsen tipikusan csomagmegőrzés, és egy éjszakára szól a dolog, ezt meg lehet ismételni minden nap. A Budapesti Módszertani Szociális Központ Dózsa György úti szállójának szakmai vezetőjét, Németh Balást kérdeztük arról, milyen feltételekkel lehet náluk szállást kapni, és mire számíthatnak új lakóik. Ideális esetben az illető felveszi a kapcsolatot a börtönben dolgozó pártfogóval, aki segít neki helyet találni. Hogyha sehol máshol, de rokonoknál, barátoknál, ismerősöknél nem nincs erre lehetőség, akkor fordulhat hajléktalan ellátó intézményhez a pártfogó. Itt Budapesten a legtöbb hajléktalant a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei látja el. Nekünk városszerte vannak átmeneti szállóink, ahol gond nélkül tudunk fogadni börtönből kikerült ügyfeleket. A sok intézmény közül az egyik, ez a Dózsa György úti átmeneti szálló, ahol most vagyunk. Ennek a helynek a sajátossága, hogy egy ágyas ellátást tudunk biztosítani az ügyfeleink részére. És lévén, hogy ez egy nagy épület, és több intézmény van egy helyen itt az épületben elhelyezve, itt helyben rendel orvos is, pszichiáteri ellátás is helyben van, és álláskereső iroda is működik. Ezek nagyon népszerű
szolgáltatások természetesen. Önellátó ügyfeleink vannak, akik saját magukra főznek, mosnak, és a kis szobájukat is önállóan takarítják. Az intézmény biztosítja a fürdők, a konyha, a folyosó takarítását természetesen. Mindezért cserébe térítési díjat kell természetesen fizetni. Ez jelen pillanatban 9200 forint havonta, de ez hát évente változik, hogy mennyi éppen az aktuális térítési díj. Olyan nincsen, hogy valaki az utcára kerüljön a börtönből, ha csak ő maga nem azt választja. Balogh Ferenc 23 év után szabadult a börtönből. Rokonai, ismerősei megszakították vele a kapcsolatot. Nem volt hova mennie, de pártfogója segítségével szállást kapott a Budapesti Módszertani Szociális Központ Dózsa György úti hajléktalan szállóján. Én, mikor közeledett a szabadulásom, kérem szépen, én azt megmondom magának őszintén, én a pártfogóval intéztünk ezt a szabadulásomat. Előtte már több mint 3 éve intézünk ezt a szabadulást. Intéztem a szabadulásomat. Beszéltem vele, ment az irodájába, hogy most sajnos így történik, nem lesz hova mennem laknom. Legyen szíves intézni egy olyan helyet, ahol fedél van a fejem fölött, ne menjek az utcára, mint ahogy hallottam a televízióban, hogy az utcán feküsznek a szegény emberek. Itt is olyan emberek élnek, mint én, szegények. Szegények, le vannak szegények. Örülnek talán, ha egy nap egyszer esznek ők is itt. Ha, akik nem dolgoznak. Hát lehetséges, hogy vannak itt már, akik itt dolgoznak is, keresnek is pénzt, de hát más nem tudok róluk. Még eddig, hát egy pár napja vagyok kint. Én azóta én a várost járom össze-vissza, gyalog, ahol küldöznek engem. Irodákból, irodákba, ide menjek, oda menjek, de sajnos még most se jutottam el odáig, hogy munkát kapjak. Boldog vagyok, mindig boldog vagyok, mert szabad vagyok, de a boldogságomat elüti ez a nincstelenség, semmiség, semmitevés. Egy helyre elmegyek 5-6-szor, képzelj 8-10 kilométereket legyalogolok itt, fillér nélkül, éjjel. De hát muszáj megcsinálnom, mert dolgozni akarok, és szeretnék is dolgozni valahol. Létfontosságú, hogy a szabadulók megértsék. Nekik kell a pártfogójukhoz folyamodniuk, nekik kell az első lépéseket megtenniük új életük megalapozásához, mert helyettük senki sem fogja megtenni azokat. A jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben még az is igen nehezen talál munkát, akinek van szakmája. Rengeteget számít az előítélet. A legtöbb munkaadó hallani sem akar büntetett előéletű dolgozóról. A pártfogó felügyelő nem ad munkát, és nincs közvetlen kapcsolata a munkahelyekkel. A pártfogó felügyelő tájékoztat azokról a helyekről, ahol segítenek az álláskeresésben. Ilyenek például a munkaügyi központok, a családsegítő szolgálatok, civil szervezetek, önkormányzatok, vagy a fővárosban működő jóvátett hely. A jóvátett hely munkatársai mindenben segítenek az ideérkezőknek, minden kérdésre válaszolnak, tanácsokat adnak, ingyenes telefonálási és internetezési lehetőséget biztosítanak, ingyen olvashatók a legfrissebb hirdetési újságok. Ez a jóvátett hely, ahol most vagyunk, ez azért jött létre, hogy pont ilyen ügyekben segítsen. Tehát, hogy nagyon gyakori volt az, hogy börtönből vagy javítóintézetből kikerültek úgy emberek, hogy egyik pillanatról a másikra akár a családjuk nem fogadta őket, akár az eredeti iskolájukba nem tudtak bemenni, akár téves elképzelésük volt arról, hogy milyen munkahelyek léteznek, egyáltalán teljesen megváltozott a világ a szabadulásukat követően. Tehát amikor bementek a börtönbe, még teljesen más lehetőségek meg feltételek voltak, és tulajdonképpen azért hoztuk létre ezt a tanácsadást meg segítségnyújtást, hogy akkor legyen egy hivatalos helyzethez kapcsolódó segítőhely, ahol
ahol tudunk önéletrajz mintát nyújtani, telefonon lehetőséget adunk, hogy hol tudjanak, milyen módon tudjanak jelentkezni a pártfogoltak. Elmondjuk, hogy melyek azok a mondatok, amikkel hatékonyan tudnak fellépni például egy ilyen telefonos álláskeresésnek az útján. Mi az, amit el kell mondani magukról, mi az, amit nem szabad elmondani magukról. Ugyanez az önéletrajzol is, hogy nagyon kevés dolog van mondjuk azoknál, akiknek nem volt felmutatható munkahelyük, de hogyan lehet kidomborítani azokat az előnyöket, erőforrásokat, amikkel ők jelentkeznek, amivel nem. Hát a 8 osztály az megvan, abban megpróbálok valamit kezdeni, másnak dolgoznom kell utána, még ha már anyagilag összeszedtem magam, akkor meg szerintem elkezdek valamilyen szakmát, ilyen esti suliba. Megpróbálom, mert az kell. A mai világban, valamilyen. Felőlem jó, mindegy, jó kőműves szakma, vagy autószerelő, vagy bármi, gipszkartonás, hideg, meleg burkoló, bármi, valamilyen szakma, csak hát legyen, majd. Meg tudjuk mutatni, hogy ezek a meghirdetett álláslehetőségek, ha netalántán tényleg kapunk jelzést arra, hogy valamilyen OK-s képzés van, egyébként ez most már a legkevesebb és a legritkább lehetőség, akkor nyilván tájékoztatjuk a pártfogoltjainkat. Fel kell arra készülni, hogy az ő esetükben a legtöbb esetben nem jelentik be őket, ezek rövid távú munkavégzések lesznek, újra kell jelentkezni, újra kell állást nézni, tehát ez egy folyamatos erőpróba. Fontos tudni, hogy a munkát a szabadultaknak, maguknak kell keresniük. Ezeken a helyeken csupán az álláskereséshez szükséges feltételeket, ismereteket biztosítják számukra. Amikor a szabaduló úgy érzi, hogy teljesen egyedül maradt, a pártfogójára akkor is számíthat. A pártfogó abban is tud segíteni, hogy megpróbálja helyreállítani a megszakadt kapcsolatokat. Segít újraegyesíteni a széthullott családokat. Amikor valaki bent van a börtönben, akkor például mondjuk a hosszú ideig van bent, tehát sok szabadság, hosszú idejű szabadságvesztés büntetést tölt, akkor egy idő után elszakad a valóság. Tehát elszakad a kinti világtól, nagyon szűk lehetősége van a világgal való kapcsolattartásra. Ő arra következtet, hogy ha kimegy a börtönből, ha letölti a büntetését és kimegy, ő meg fogja tudni állni a helyét. Tehát, hogy ő akkor ott munkát fog találni, lesznek neki kapcsolatai, könnyű lesz munkahelyet találni, lesz hol laknia, és akkor gyakorlatilag az elítéltek egy nagyon nagy részénél, azonban amikor szabadul, akkor kiderül, hogy ez nem így van. A következőkben egy kisebb csodáról számolunk be. A pártfogó felügyelet közbenjárásának és a Bicskei Gyermekotthon nyitottságának köszönhetően Nikolett szabadulása után gyermekéhez költözhetett az otthonba. Hát Nikolettet nagyon régóta ismerem, mert pártfogó felügyelet alatt, tehát bennem én voltam a pártfogója, de az utóbbi időben sokszor került be a börtönbe, szabadult, újra visszakerült, tehát hogy mint utógondozó találkoztam vele többször. Azért az úgy kiderült, hogy a család háttérbe szétesett, hogy hajléktalanná vált, hogy van egy kislánya, aki ezért egy hetes intézetbe került. Az ő esetében a gyermeke intézetének az igazgatója, ezt felajánlta neki, mikor látta, hogy a Nikolett mennyire nem tudta operálni mindenki szabadulás után, nagyon gyorsan visszaesik, újra előzetesbe kerül, felajánlotta, hogy segít neki azzal, hogy lehetőség adott egy rövid ideig az intézetben tartózkodni, egyrészt a gyerekével lehet, másrészt van hol laknia. Azt gondoltuk, hogy miért ne segíthetnénk egy ilyen anyán, aki úgy tűnik maga is szeretne megváltozni és változtatni az eddigi életformáján. Nagyon elesettek, nagyon támogatás nélküliek általában azok, akik kiérkeznek a társadalomba. Innen is tudom üzenni bent lévő, rövid vagy hosszabb időt töltő lakóknak, intézetben lévőknek, hogy mindig van kiút, mindig van megoldás, sosem szabad föladni. Lehet, hogy kicsit rögös az út, kijutni is nehezebb, de nem kell megijedni a társadalomtól. Érzékelni kell egy picit, figyelni kell. Persze nyitottnak kell nagyon a társadalomnak is, és az ezzel foglalkozóknak is lenni, hogy érezzék, hogy mikor, kinek, mire van szüksége. Nem szabad feladni. Van megoldás, van segítő jobb, van segítő kéz.
nyúljanak érte. Segíteni csak akkor tudunk, hogyha az egyetért akarja maga is a változást, és hogyha ha sikerül megtalálni ezeket az intézményes kapcsolatokat és az együttműködést ebben megteremteni. Ez esetben az együttműködés sikeres lehet, és van esély az önálló, szabad élet alapjainak megteremtésére. A szabadulás utáni első hónapokban a problémák rendezésére általában átmeneti megoldások születnek. Ezek az első lépcsőt jelentik, ahonnan a szabadulónak kell tovább lépnie a biztos alapok megteremtése felé.